Olyan dezsavű érzése van az embernek, amikor Kuti Patriciát látja a színpadon, Lucsok szerepében, a kis virágárus lány, aki összebogozza, aztán meg kitisztítja a szálakat. Játszottál te ilyet már a nyíregyházi színpadon? Biztosan a My Fair Lady-re gondolsz. Igen. A fáradtság látszik most rajtad, mert hogy nagyon sok létű, nagyon sok eszközzel dolgozik ez az előadás, az ellopott futár. Az utolsó pillanatokban is még változtattok rajta, hogy a közönség számára minél befogadhatóbb legyen. Milyen lesz az előadás? Majd a közönség megnézi és eldönti, hogy milyen lesz az előadás. Én Rejtő Jenőt nagyon-nagyon szeretem. Hát olyan 10 éves koromban kezdtem el olvasni, apukám nagyon szerette, és mindig nagyon sokat idézett különböző rejtőregényekből, meg nagyon sokat mesélt róla, és én is elkezdtem olvasni, és hát gyakorlatilag nagyon-nagyon sok regényét elolvastam, és borzasztóan szeretem. Aztán belefolytam az életébe, az egyéb írásaiba, a novelláiba, a kis bohózataiba, tehát hogy én borzasztóan nagy rajongója vagyok, és ezért én ennek nagyon örülök, hogy ezzel így foglalkozhattam. Az persze nyilván más, és nagyon nehéz egy ilyen kacifántos regényt színpadra vinni. Igen, kiléptél egy regénynek alapjáról. Igen. Soha nem volt még előtted Prücsök színpadon. Ami alapvetően nem baj, mert én nem szeretem, hogyha valami darabot bemutatunk, és abból készült bármilyen film, vagy bárhol máshol előadás, én ezt nem szeretem megnézni előtte, mert nem akarom, hogy véletlenül is bármi befolyásoljon abból. Tehát, hogy én szeretem az az izgalma, hogy kitalálom-e, ki tudom-e találni, és hogyha igen, akkor hogyan, hogy magamból hogyan tudom ezt. Igen, viszont egy szörnyű felelősség, mert te leszel majd a mérce a következő bemutatókon Prücsök szerepétől, tartasz-e? Nem. Nem, eszembe jut egy nagyon jó mondat, azt mondanám, hogy tartsanak majd mások. Ezt Gáspár Tibi, nagyon kedves kollégám bírta mondani egyszer egy sajtótájékoztatón, és most én is ezt tudnám rá válaszolni. Kedves ez a lány, okos ez a lány, még akkor is, ha nem jó helyre született és nem jó környezetben élt, mennyire azonosulsz a figurában? Van benne nagyon sok, szerintem van benne sok azonosság így velem is. Például, de azt hiszem, hogy ez nem egy különleges dolog, hogy ugye küzd az édesapjáért. És például teljesen természetes, hogy az én is az apukámért bármit megtennék, tehát a világ végére elmennék, és kikaparnám bárhonnan. Ez a harc, az igazságkeresés fut végig a főszálon az egész darabban. A végét elárulhatjuk? Mert krimi egy kicsit? Igen, nem árulnám el. Nem, de az biztos, hogy én is ugyanúgy gyűlölöm az igazságtalanságot. Az például egy nagyon találó mondat, hogyha békén hagynak, akkor kenyérre lehet kenni. Hányan vagytok a színpadon általában, amikor úgy sokan vagytok? Nem tudom, sokan. Segít a játékban? Sok felé kell figyelni, sok emberekkel harmóniába kerülni. Igen, de hát ez a színész dolga. Hát, közben forog a színpad? Igen, forog, igen. Hát közben, de hát végül is a mi dolgunk ez, meg igazából azért nyilván az segít, hogyha vannak a színpadon, mert van partner, van kinek a szemébe nézni, van mire reagálni, stb. Sőt, még ez a dejavű érzés onnan is jön, hogy mintha valahol Európában játszott volna már ez a forgószínpad, és ez a vastraverz lépcső, abban is szerepeltél. Igen. Hát nagyon sok előadásban játszott forgó, meg ez a, egyébként nem is tudom, hogy ez, igen, volt valamilyen vasszerű díszlete valahol Európában van is. Igen. Rá eszmélsz, hogy hú, ezeken én már lépkedtem? Nem, megmondom, ez nem a valahol Európában volt, tehát hogy abszolút nincsen ilyen érzésem, hogy ezeken én már lépkedtem, inkább olyan érzésem van, hogy el ne essek benne. Meg a lépcsőn, amikor szaladgálni kell, és mondjuk hosszú szoknyában vagyok, és hogy ne essek el, lássam a lépcsőfokot.